Az áprilisi időjárás köztudottan szeszélyes, az idei évben azonban a megszokottnál is nagyobb, olykor a nappali és éjszakai hőmérséklet közötti különbség. Ez az idős vagy beteg embereknél komoly tüneteket okozhat, de az egészséges emberek is fáradtságra panaszkodnak. Akik valamilyen betegséggel küzdködnek, azok a betegségeknek a fellángolása várható ettől a nagy hőingadozástól, ami van esetleg a reggeli fagy, illetve a délutáni esetleg 15-20 fokos hőmérséklet különbség miatt. Illetve hát itt az egyik napról másikra változó szinte évszaknyi időjárás változás miatt. Ezt mondom főleg a krónikus betegeket, betegséggel küzdők, itt elsősorban a szívérendszeri problémákkal küzdőket érinti a leginkább kellemetlenül. Megkérdeztük Pécsett a járókelőket, őket mennyire terheli meg az, hogy éjjel nagyon hűvös van, délutánra pedig felmelegszik a levegő. Hát engem nem visel meg, én tök egészséges vagyok. Fáradtság. De hát annyira hideg éjjel, mert nem maszkál, mint ugye ott hol van, de nappal ez a hirtelen meleg, ez ilyen fáradtságot, fejfájást okoz. Az üzületeim, fejem fáj, ilyen problémáim vannak, álmos vagyok nagyon. Kameránk előtt kevesen nyilatkoztak, de többen elmondták nekünk, hogy ilyenkor gyorsabban megfáznak, vagy kapnak el olyan betegséget, ami köhögéssel, orrfolyással, vagy akár lázzal jár. Eléggé elhúzódik ez a járványos dolog, részben a Covid is még jelen van, illetve hát influenza-szerű vagy influenzás betegségek is még előfordulnak, holott ez azért inkább más, a korábbi években, január-februárban szokott lezajlani, de sajnos egy picit most elhúzódóbb a dolog. Dr. Princ János felhívta a figyelmet a jól bevált réteges öltözködés előnyeire. Mint mondta, a kórokozók ellen megfelelő öltözködés és fertőtlenítés sok segítséget ad, így elkerülhetőek a megfázásos jellegű betegségek a következő pár hideg napon is.